segítőinket. Hát elérkeztünk a húsvéti ünnepekhez. Nyakunkon a húsvét. És aztán meg nem sokára jön az anyák napja. Ebből az alkalomból ügyeskedünk egy kicsit, ugye kreatívkodunk, és hát valami kis jó kis ennivalót is készítünk, ami nekünk is jó lesz az ünnepre, meg tulajdonképpen vendégeket is lehet vele várni. Tulajdonképpen a húsvét minek az ünnepe? Vajon tudjátok-e? Ti még elég kicsit vagytok, nem biztos, hogy tud. Mondja, Édestó. Én is feltámadás. Hát te ezt is tudod. Bizony, bizony. Jézus feltámadása, és ez nagy ünnep a keresztényeknek, ugye? Hát a tavaszi napi egyenlőség a március 21-e utáni holttöltét követő első vasárnap hétfő. Ezt mozgó ünnepnek nevezzük, és éppen ezért, mert mindig máskor van a holttölte, esik különböző időpontra a húsvét. Bizony. És megjött Edit néni. És hol van Sári? Beteg. Beteg lett Sári. Hát mert ezek a bőti szerek. Ezek úgy hívják, hogy a húsvéti bőti szerek, ezek olyan erősen fújnak, hogy meghozzák a tavasz nekünk, hogy ezek aztán nagyon-nagyon meg tudják a betegséget csinálni. Hozzák, viszik a baktériumokat, vírusokat, egy tüsszentés, és már is mindenki beteg. Húsvét előtt mondtam, hogy bőti szerek fújnak. Mert bőt van húsvét előtt? Mi az, hogy bőt? Igen. Bizony bőt van. Hát az, hogy készülünk a húsvétra, lelki, erre az ünnepre, erre a nagy ünnepre, és tulajdonképpen egy kicsikét megtartóztatjuk magunkat, nem eszünk annyit, nem vigorozunk annyit. Hát farsankor már kimulattuk magunkat, ugye? Igen. És akkor most diétáznak, bőtöltek a régi emberek is, és kifejezetten azt mondták, hogy hús se szabad enni pénteki napokon, sőt, még a szigorú bőtyhöz hozzátartozott az is, hogy tojást sem lehetett enni. Na most így összegyűlt a jó sok tojás, amivel aztán mit kezdtek húsvétre az ünnepre? Egy részét megfőzték a sonka mellé, más részét megfőzték is. De még előtte megfestették, megrajzolták, írókával, viasszal, színes festékkel, megfestették, odaadták a... Kinek adták oda? Locsolkodó. A locsolkodó, nem? Ki locsolkodik? Fiúk, lányok? Lórika. Lányok. Lányok? A húsvét. Másnak jár. De hétfőn kik szokták locsolkodni? Fiúk. És kiket locsolnak meg? Lányokat. És mondanak ilyenkor valamit? Verset. Locsolkodó verset. Hát ezt nekik kell tanulni a fiúknak, de azért a lányok is tudnak egyet-kettőt, mert megtanulták. Te is tudsz egyet véletlenül? Igen. Na mondd el, elmondod? Igen. Jól van. Ákon, vákon, belkenye, szagos húsvét reggelet, leöntjük a virágot, visszük már a kalácsot. Én kis kertész legény vagyok, rózsavízzel locsolkodom. Úgy locsolom a lányokat, mint kertész a virágot. Nagyon jó. Na most, húsvétre szoktunk valamit is mostanában már, ugye, lakásdíszítőt is csinálni, ugye? Igen. Ajtóra, vagy mi? Balkát szoktunk fenni, használni? Igen. Balka, mint a húsvét jelképe, arra akasztunk időnként. Szoktunk festeni húsvéti tojást. Bizony. És a barkára is fel szoktunk akasztani néhány tojást, ezt úgy hívják, hogy tojásra. Van egy kis kosárkám, biztos, hogy minden háztartásban, családban van kisebb-nagyobb kosár. Ebben én egy olyan is belekötöttem, és ebbe fogom majd bele szukkálásokat a kellékeket, amiket gondolok ebben a szalvészben. Egy kis praktika, vékony drótból hajtóförmát hajlítok, és egyszerűen csak beleszúrom. Puszkóccal, ezzel fogom a füvet szimbolizálni. Ez lesz a jelképes füvünk.
amiben a nyuszi majd hozza a tojást húsvét reggelén. Arra figyelünk, hogy soha nincs egy magasságban. Mindig többnek látszik az, amit beleteszünk, ha eltoljuk a magasságokat. És sokkal érdekesebb. Ezt rakhattam volna így is, hogy egymás mellett, de érdekesebb hatást érek el, hogyha nincs egy magasságban. Én itt sárga zöldet készítettem, és nekem eleve adva van, hogy akkor sárga kosit készítes rám. Jaj, de jó! Készüljön húsvétra, de gyorsan, mert utána most egy hét múlva lesz, május első vasárnapján. Anyák napján. Ezt várjátok? Ezt az ünnepet? Igen. Nyugat-Európában május második vasárnapja. Amerikában is a május második vasárnapja. És ez az ünnep igazából Amerikából indult el, otthonosodott meg. Egy hölgy a 900-as évek elején az édesanyja halálának a tiszteletére május második vasárnapját szerette volna anyák napján nyilvánítani, és minden idejét, energiáját abba fektette, hogy ez az ünnep Amerikában nemzeti ünnep legyen. És a 20-as évek elején ez az Amerikában nemzeti ünnep is lett az anyák nap. Mert mit lehet még adni anyának? Azt lehet adni, hogy a szívecskére nem csak azt írom rá, mondjuk, hogy szívecskére, vagy ilyen virágot, és az gyönyörű. Óviba csináltátok? Igen. Gyönyörű. Hanem olyat is lehet csinálni, aki már iskolába jár, és tud írni, hogy például egy pohárba, vagy egy kis pici befűttes lekvárosú rendben üresen, beleteszek kis színes szívecskéket, kis piti szívecskéket, és mindegyikre ráírom azt, hogy mondjuk segítés, vagy mosogatás, vagy mit tud segíteni, takarítás. És akkor, amikor anyám véletlenül elkeseredik, vagy mikor látszik, hogy dugik van munkával, és egy perci ideje sincs, vasalás, igen, akkor anya azt mondja neki, hogy anya, húzzál ki az üvegből egy szívecskét, elolvasod, mi van rajta, és én azt fogom neked segíteni. Ennek olyan örülni fog anya? Igen. Bizony. Na, lássunk hozzá, akkor ügyeskedjünk, jó? Virágok és ezek mind jótékony hatással vannak az ember lelkére, és ha a lelkem rendben van, akkor jól érzem magam. És még egy dolog, mint orvos mondhatom, hogy akkor
A védekező képesség, az immunrendszer is erősödik. Ahogy termelődnek, az öröm, a boldogság, a hormonjai. Bizony. Jaj, de jó. Nagyon jó. Odaadom a kis szívecskét. Nézd, csak ilyen zöld lapon van. És akkor nagyon jó. Rögtön más a hatása, mert ezt is csak így összekerez, olyan jó kis hálócskán. Egy mosnyikán is megint más. De jó. A már zöld. Igen. Kisgyermek csöpgyűgő hangja, amikor gőkicsél, mintha volna szárnya.